A belvárosból a várig idén is mazsorettek kísérték a lovagrendeket, ahol most is új lovagokat avattak a rendtagjaivá. A 16. gyulai pálinka fesztiválra ebben az évben is több ezeren látogattak ki, ahol a programok látnivalók mellett gasztronómiai különlegességek is vártak mindenkit. A legelső rendezvényt kivéve valamennyien képviseltette magát a Bolyhos pálinka főzde, amely idén is szinte az egész termékpalettát felvonultatta a fesztiválon, közel 20 féle pálinkát hoztak el Gyulára. A régi hagyományos italok mellett két új terméket, az ágyas őszi barackot és az ágyas cseresznyét is megismerhette a nagy közönség. Szerettük volna, hogy a leszűkült választékot egy kicsit növelni, és olyan alapanyagot kiválasztani, amelynek, hogyha egy siker termék lesz, akkor legyen mögötte alapanyag háttér, tehát gyümölcs, és mindkét terméknek, az őszi barasznak és a cseresznyének is. A cseresznyére elmondhatom, hogy egy szomolyai fekete cseresznye, az őszi barasz pedig egy Red Haven nevezetű fajta. Ezek két fajta gyümölcsből mind a kettő elérhető nagy mennyiségben. Tehát, hogyha egy néhány év múlva, mint korábban, ugye a cigánymegy pálinkám, ami 2007 óta befutott, hogyha ebből sikertermék lesz, akkor van megfelelő alapanyag háttér hozzá. A vendégek a három nap alatt számos pálinka fajtát megkóstolhattak, de nem mindenkinek a szilva vagy a barack íz lett a legjobban. A pálinkát nagyon szeretem, a redmenzeny is nagyon jó. Elég sokat ittam már, kóstoltam mindegyik fajtát. A bírsámból egyet, de a 4-5 fajtát. A bírsam a favorit. A 18 féle pálinkával és kétfajta párlattal képviseltette magát a sarkadi kisüsti pálinka főzde. A több mint 30 éves családi vállalkozás a legnépszerűbb hazai pálinkák mellett a vadon termő gyümölcsökből készült italokat is elhozta Gyulára, melyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A fogyasztói részre az ismertebb klasszikus gyümölcsök, tehát a szilva, a kajszibarasz, filmoskörde, cikánymegy, ezek a sláger termékek, tehát legnagyobb tömegben ezeket tudjuk eladni, de érdekes módon vadon termő gyümölcsök az utóbbi időben itt a kökénre gondolván, vagy akár a bírs, amely termesztett gyümölcs, vagy ami a legdrágább gyümölcs, a málna pálinka is teljes mértékben eladható. A Gyulahús Kft. Idén is megjelent a fesztiválon régi és új termékeivel. Meglátásuk szerint egy pálinka fesztivál elválaszthatatlan a kolbásztól. Nem kell elmondanunk, hogy a gyulai az kolbász. Az első helyet mindig a gyulai márkanévvel a kolbász kategória jut a vásárlók és a fogyasztók fejébe és eszébe, úgyhogy nem kell magyarázkodnunk. Keressék, jól ismerik, sokszor elmondják, hogy ilyet szoktak otthon is vásárolni, és nagyon jó árakat találnak kint a rendezvényen, úgyhogy hál' Istennek elég jó forgalmunk is van. A beérkezett 520 mintából az idei év legjobb hazai pálinkája a Tuzséri Pálinka Manufaktúra Jonatán almája lett. A főzde 3 éve szintén országgyőztes lett, akkor Vilmos Körte pálinkájukkal. Almával most először tudtak ilyen eredményt elérni, melynek elkészítésénél több fontos momentumra kellett odafigyelni. Nem egy dologra kell figyelni, nagyon fontos, hogy nagyon jó minőségű alapanyagból kell dolgozni, frissen kell feldolgozni, azonnal erjesztés, amikor elkészült ez az erjesztés, akkor abban a pillanatban le kell főzni, nagyon jó technológiával, szóval minden nagyon fontos benne. A fesztivál 3 napja alatt a hazai könnyűzenei műfaj számos képviselője szórakoztatta a nagy érdeműt.